Megmondom őszintén, hogy én úgy gondoltam, hogy készülök, én azt is gondoltam, hogy nem tizen vagyunk, hanem 13-a leszünk. És mindenkiről, ami a ez évi eredménye volt, mondok egy-két dicsérő szót, vagy tanulságot. Bátran vettem a... És az eredmények alapján kiírtam, kérem tisztelettel, hogy mi a helyzet a B12-be 2017-be. Tehát akkor elkezdeném, jó? Rövid távon. Első lett Lackovics Károlyné. Hol a Károlyné? Jó, a Dud gondozója itt van, jó van. Másik lett Barista József, sajnálom, hogy nincs itt. Harmadik lett Altibler Gábor. Ne. Rövid távon. Nem is kötték, hát dehogy ne. Ne piszkáljuk, ne bántsuk őt, én tudom, itt részletesen ki van munkálva minden. De ki az, legalább a kezét emelje föl. Ott van, úgy néz ki, ő az. Negyedik lett a Dávid Dúd. Igen. Ötödik lett az én személyem. Az kicsoda? Már Káladi László. Hát én nem akarom, nem, magamat nem akarom fényezni, ne haragudjál. Hatodik lett a Sós Csaba, az ifjú tanulónk. Szintén nincs itt, sajnos. Aki nincs itt, azt mondta, hogy majd jön. És hetedik lett Szabó Attila. Na. Attól függ, onnan nézzük. Egy hangutas. Mindenkinek a pontja... Megmondom őszintén, a pontokat nem mondom el, mert egy... Szóval maradjunk ennyibe, jó? Szakadék van között. Középtávon. Jön a középtáv. Elsőre sajnálom, nincs itt Barica József. Második lett a Latkovics Károlyné. Hol van a Dulc gondozója? Itt mellettem áll, vagy itt, tessék itt. Bocsánat. Fotózzam már le a Dulc gondozót, kérem. Megérdemlik, nagy versenyző, 10-ből 10-et helyezett. Kész a fotó is, igen. Jó. Harmadik lett a Kálozi László. Igen. Negyedik lett a Dávid Dúd. Ötödik lett a Sós Csaba, a tanuló. Hatodik lett az Altibler Gábor. Na tessék, jól nézünk itt. Hetedik lett a Szabó Attila. Vedd le a kezed, Gábor. Hosszú táv következik. Első lett Lackovics Károlyné, sajnos nincs itt köztünk, csak a Dud gondozója. Még egyszer fotóz le. Lackovics Kacsi, hát én nem tudom, hogy annyira szép a Lackovics Károly, vagy annyira okos, hogy érdemes fotózni. Na most jön a idé, a bomba. Második a Dávid Dúd. Harmadik lett a Kálozi László. Mert megint. Nem baj. Megérdemli. Negyedik lett az Altibler Gábor. Megérdemli ő is, mert már itt kell láttuk. Ötödik lett a Sós Csaba, a tanuló. Ő is jó volt. Hatodik lett a Zsolnai Zsolt. Hoppá, köszönöm szépen. És hetedik lett a Barita József hosszú és távon. És hosszú távról megjött most két galambom. Hál' Istennek. Hogy az Isten? Nem tudom, most került elő. Ezek valószínű maratonos galambok. Így mondom. Magdeburgból megjött most kettő galambom. Most ne szakszizzunk, hagyd folytatjon ez a dolog, jó? Hol tartottam? Akkor még reménykedek. Hatodik lett a Zsolnai Zsolt, igaz? Igen. A Baricánál tartottam. Hetedik lett a Barita József, mert képzeljétek el, hogy most nem akarom bántani az én tisztelt, nagyra becsült ellenfelemet, de rájött arra, hogy egy versenyen részt kell venni, hogy az általánosban is tudjak valamit csinálni. Ú, de rafinált. Azért hozott galambot. És? Nyolcadik lett a Pál István. Egy hangú taps, csak én tapsolok. Kilencedik lett a Juhász.
Andris. Ennyi. Általános bajnokság következik. Esett az általános bajnokságba Latkovics Károlyné. Dud gondolóját, légy híves. Jó? Megvan. Annyi fotóval, hogy... Csak egy fotó. És pontosan ezért, mint az előbb mondtam, másik lett a Barita József. Bravo. Részt vett ebben is. Harmadik lett a Dávid Dud. Bravo. Negyedik lett, kérem szépen, a... Én vagyok a közönség. Kállodi László. Ötödik lett a Daltibler Gábor. Bravo. Hatodik lett a Sós Csaba, a tanuló. Ő is az még érdemes. Sokat. Hetedik lett a Zsolnai Zsolt. Nyolcadik lett a Szabó Attila. Bravo. Egy hangú taps. Csak én tapsoltam. És megelőzte a Pál Pistát. Kilencedik lett a Pál Pistát. Nem baj. A tizedik tenyésztét azt nem mondom szegényként, mert nulla ponttal nem... Jön kérem az Emplini kupa. Ezt tudjátok az Emplini kupa, micsoda. A hosszú távok mellett egy-egy rövid távú verseny az nap. Hát a Barita Jóska magassan kérem az első díjas. Második díjas lett a Dávid Dud. Bravo. Harmadik az Altibler Gábor. Bravo. Negyedik lett a Kállazi László. Bravo. Ötödik lett a Latkovics Károlyné. Őszintén megmondom, hogy a pontokat nem mondom, mert nagy a különbség. Megalázom. Nagyon-nagyon-nagyon nagy a különbség. Megalázom. Ez csak egy ilyen általam kiszedett statisztika. A helyezés sem. Na viszont egy, még a helyezés nem is számít, mert mindig csak három galampozza a pontot. Most egy másik statisztikát kezdtem el, na most ezt légy szíves úgy, hogy én inkább odaállnák, ha lehet. Jó? Ide, ne, remélem nem esem olyan. Fényképez oda. Az ölembe. Ja. Fényképes. Tudjátok, sportások, hogy a B12 az 1952 óta működik. Akkor születtem, te jó Isten. Mint Postagalansport Egyesület. Igen, igaz. Ettől az évtől kezdve, hál' Istennek, már nem egyesületként nem működünk, hanem Postagalambászok Kelenföldi Civil Társasága. Végre visszamentünk a Kelenföldre, ahol születtünk. Igen. És ebbe az egyesületbe a jelen pillanatban 13 postagalambász versenyzik. Na most ebből a 13 postagalambászból, kérem szépen, kapaszkodjatok meg, fősorom azokat a sporttársakat, akik a Magyar Postagalansport Szövetség által kitüntetettek lettek. Megmondom őszintén, nem magammal kezdve. Visszafelé megyek. 2016-ban aranyfokozatot kapott Pál István. Tehát a Postagalan sportért aranyfokozatot. 2017-ben Postagalan sportért aranyfokozatot kapott Dávid János. Gratulálunk. 2013-ban aranyfokozatot kapott Szabó Ferenc. Gratulálunk. 2011-ben ezüstfokozatot kapott Szabó Mihály. 2000... Mondja, hogy miért kaptam azt. Hagyjad már, Miska, mindegy. Nem mondok én semmit, csak az bízd rám, jó? Sok mindent csinált. Nem kell beleszólni. Akkor iszok egyet. Igen. 2010-ben ezüst fokozatot kapott Latkovics Károlyné. 2009-ben aranyfokozatot kapott Barica József. 2003-ban kapott aranyfokozatot Kállazi László, az én vagyok, tényleg? És 2009-ben Postagalan sportér érdemére kaptam Kállazi László. Hol egy Zsolt? Zsolti? Igen. Itt vagy, a baj van? Megy a felvétel. Légy szíves. Az meg ekkor kell bejönni. Ja. Ugye, Zsolti?
2012-ben volt, megvárom, míg visszajön. Kapcsolt ki addig. Úgyis volt egy megvárom, míg visszajön.